pontos a Milanovhoz. Ezért nem fogják megdicsérni Habovdát. És elmegy Kovácsik, gól! A 78. percben Kovács István révén megszerzi a vezetést a Vidi. Valahogy kibrusztolták, egy jó beadás elég volt végül is a hazai csapatnak, amely szenvedett, de csak megszerzi az első gólját a mérkőzésen. Íme, hogy a hosszún érkezik Kovács István, megelőzi Németet, és aztán egyébként sportszerűen nem is örült a találatának, hiszen szombathelyi nevelésű játékosról van szó, de lehet, hogy megsérült.